Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, Fifika. És Pifko Krisztián, ahogy Mujó. Elipszilonos J-vel. Ha csak nem foglalt, igen. Én lecsesztem Blackit. Miért? Mert megküldte a vape bendjeinket, amit múltkor... Köszi, Blacky! Ő megígért... könnyelműen, én meg beváltottam az ígéretét, és Fifika, Charlie, Mujó felirattal, ugye a tasakon, én azt hittem, hogy ennyire hülyének néz minket, hogy négyet nem tudok szétosztani, és a felirat nélkül itt megnéztem, hiszen kértünk egyet az egyik hallgatónak is, és utána szétszedtem az enyémet, és mondom, ne bazd már, hát ezen rajta van a nevem. Hát ez mondom, ez valami übergizda, és a miénken rajta van a Fifika, a Mujó elipszilonos J-vel, mert ő a fórumról nézte ki a nick nevedet. Cseles. Úgyhogy megijedt egy picit, aztán gyorsan belinkelte, hogy de hát a fórumon is így írja. Oké, mondom, akkor megnyugodtam. De ha nem haragszol meg, én az összes podcastben az iTunes-ba pontos J-vel írtalak, úgyhogy szerintem maximum innentől kezdve, vagy a podcastre megnyered a pontos és Mujót. Semmi gond, mind a kettőre hallgatok. Mind a kettő egész hasonlóan cseng. Úgyhogy ez itt van nálam, majd valamikor összefutunk, vagy nem, és odaadom, és hogy a negyedikkel mi lesz, azt majd valamikor az adás későbbi szegmensében át is beszélhetjük. Aki valami iszonyat nagy téma dömpingre készül, ne tegye. Semmi értelmes dologról nem fogunk beszélni, sem betiltott cigarettáról, sem felrobbant aksiról, hülyékről lehet, hogy lesz szó, de semmi komoly. Jön a karácsony, mindenki készül, rohangászik, beiglit süt, úgyhogy nem gondolom. Karácsony, erről jut eszembe. Az, igen, az a korongvilágban van. Felhívott az egyik ismerősöm, hogy az apjukat akarják meglepni, aki iszonyúan erős dohányos, egy e-cigi készlettel, és hogy mit vegyenek neki. És akkor így beszélgettünk, és egyszer csak elnémult. Végkül, mi mondjátok el, és a véleményeteket róla. Elmondjuk, hogy csak lemaradt az előző 10 másodpercet. Közepe eltűnt, igen. Tehát, fölhívott az egyik ismerősöm, ez meg volt. Beszélgettünk, így van, és arra végkövetkeztetésre jutottunk, hogy nem kell neki e-cigarettát rendelni a netről, de mindenféleképpen valami személyes találkozásra van szükség. Tehát szerintem az egyik legrosszabb karácsonyi ajándék az, amikor veszel egy egószettet és rátukmálod. Mert ha nem jön össze, akkor egy életre meg fogja utálni az e-cigarettát. Tehát egy olyan közegbe el kell vinni, ahol több e-cig is van, ahol látja, hogy ez működik, hogy más is tudja ezt használni, ki tud próbálni egy csomó készüléket, meg lehet neki mutatni az alternatívákat, akar gondozásmentest, akar vele bíbelődni, nem akar, mit szeretne, és akkor az ő döntése legyen az, hogy e-cigarettázik. Na, eddig a felkonf. Most jöhetnek a vélemények. Igen. Nem. Nagyon jó. Én egyet tudok érteni, nálunk ez lett a gyakorlat. Párom Kinga fogalmazta meg ezt az ökölszabályt sokféle sikerült családon belüli kísérlet után, hogy ajándékba elcigit soha többet senkinek. Mert hogy tényleg, ahogy te mondtad, ez egy ilyen rátukmálásszerű dolog, és amíg nekünk az a megfigyelésünk, hogy amíg a delikvensben magától nem érik meg az elhatározás, hogy már pedig ő akkor most elcigizni fog,
És akkor arról, hogy mit is fog használni, milyen készüléket, arról még nem beszéltünk, csak maga az alap kiindulás, hogy akkor ő most elcigizni fog, akkor igazából nem annyira, tehát maga az ajándékozás ténye, a mi tapasztalataink szerint nem löki a megfelelő irányba az embereket, és aztán porosodik a polcon. Úgyhogy én tökre egyetértek ezzel. Na hát akkor viszont egyről beszéltünk. Azért én viszont úgy gondolom, hogy azért nem jó, mert ha egy kicsit a karácsonyt is beleszőjük, akkor hát elveszik az ajándékozás öröme vagy varázsa, tudod, ez majdnem olyan, mint hogyha ilyen ruhautalványt vennél, hogy elmegyünk, kiválasztod, és akkor én megveszem. Szerintem a sokkal jobban járható út, hogyha egy picit előre gondolkozik az ember, és mit tudom is én, előtte pár hónappal tudod, mentek a bevásárlóközpontban, valakinek sistereg a mikrofonja a ruhájával, köszönj Mújó, és akkor úgy tudod, hogy picit úgy megállni a pultnál, nézd azt, és akkor aha, tényleg ez jó, ez úgy megkóstol, akkor ki tudja az ízeket próbálni, és akkor talán így egy picit rá lehet valahogy készülni, hogy mi az, ami neki bejönne. Aztán mégis ajándék lesz a végén. Meg hát kipuhatolni, hogy egyáltalán fogékony lenne arra, hogy ez szívja, és ne a 30-40 éve megszokott piros mezitlábas szimfóniát. Szerintem. Szóval így a beszélgetés folyamán világosodtam meg gyakorlatilag, hogy ajánlhatok én bármilyen készüléket, hogyha egyrészt nem ismerem magát az embert. Tehát nem tudom, hogy neki ajánlhatok-e olyan készüléket, amivel bíbelődnie kell, ajánlhatok-e olyat, ami mondjuk nagyobb teljesítmény, és tudja, hogy mit csinál vele. Ki fogja meg a kezét? Tehát ugye ez nagyon fontos dolog, és ezért nagyon sokszor beszélgettünk már egymás közt róla, hogy nagyon fontos az, hogy ki van a pult túloldalán. Tehát, hogy hozzá visszamehet-e a problémáival, vagy el fogják hajtani a picsába, mert neki az a fontos, hogy eladjon egy tizen akárhány ezer forintos kezdőkészletet, vagy az a fontos, hogy megtartson egy vevőt sokáig. És ha nincs, aki fogja a kezdő áttérni vágyónak a kezét, nincs az, akihez fordulhat segítségé, úgy érzi, hogy ő itt úszik a nagy semmiben, és hogy szar ez az egész, mert most éppen folyik, vagy ereszt, vagy nem jó az íze, vagy éget, vagy nem tudom én mi, akkor ez gyakorlatilag egy olyan zsákutca, amiben még egyszer az életben nem fog belefutni, mert azt mondja, hogy ez szar. Hát igen, és azért hiába vagyunk gyakorló cigi felhasználók, azért pontosan tudjuk mindannyian, hogy mennyire szerte, pláne egy kezdőnek mennyire szerte ágazó, bonyolult és opciókkal, választásokkal teli az elcigis világ, úgyhogy valóban könnyű elveszteni a talajt a lába alól. Pláne az elején. Hogy most kikivel van. Igen. Meg pláne annak, aki mondjuk nem az a munkaköre, hogy ül a gép előtt napi 8-10 órát, hanem mondjuk dolgozik egy gyárban, és nem használ internetet, vagy mondjuk freemailes e-mail címe van. Az a hülyeség jutott eszembe, hogy eddig itt ajándékba adni ki van. Szóval, nagyon működ, jó? Semmi, csak annyit akartam, hogy nagyon-nagyon nehéz kezdőnek lenni. Azért is, mert például nehéz, tehát egy csomóan nagyon már az elején akarnak spórolni. Pedig hát a cigihez képest a legdrágább boltban, ha veszel valamit e-cigi boltban, akkor is jobban jársz, már mondjuk csak 2 hónap után, de ők már az első pillanattól keverni akarnak, modot akarnak, már erre külön kitérünk majd a Facebook csoportokra, és nem biztos, hogy ez kell. És nekem egyébként volt olyan ismerősöm, aki a testvérének a barátjának vett ilyet. És ő mondta, hogy ő mondjak valami jót, ami egy kezdőszetés, hogy mit szív és mit kéne neki, és én bizony az egót mondtam neki, mert
mert nem akar szenvedni vele. És két ilyen szettet vett, az egy, mind a kettőt külön emberkéknek, és úgy képzeljétek el, hogy az egyik az 3 hónap után, a másik azt hiszem fél év vagy 8 hónap után leszokott még arról is. Tehát nekik valamilyen szinten így bevált, ő késztények elé állította őket. Vagyis hát az egyiknél azt mondta, hogy tulajdonképpen a cigarettás szájánál csak a lába büdösebb, tehát legalább ennyivel óvjuk a környezetet. De ott működött ez a dolog. Én azt mondom, hogy találtam egy nagyon jó linket egyébként, szégyellem kimondani, a divany.hu-n. Jézus Mária, tegnapi, mert csak a kanapé rosszabb. Tegnapi link, és pont azért, mert az egyik Facebook csoportban láttam, hogy lehet rendelni a netről, hogy kell PayPal-t regisztrálni. Na, ebben a cikkben le van írva, jó, hát nem Fastek, de eBay, PayPal, vagy ha más úgy ismeri, hogy PlayPal, akkor úgy. Szóval le van írva, le van vezetve képekkel, hogy kell egy fiókot regisztrálni, hogy kell összekötni a bankszámlával, és a többi, szerintem nagyon jó kis cikk. Ha valaki nem értené meg a cikk alapján, akkor majd neki kitalálok valamit. Úgyhogy azt én, na ezt akartam ebből kihozni, hogy azt viszont én nem gondolnám célra vezetőnek, hogy rögtön az első próba nélkül az ember mindenképp olcsó helyről, mert a neten úgyis olcsóbb, és találok olyan kínai shopot, ahol olcsóbb, hogy onnan vegye, mert abból biztos, hogy csalódás lesz. Ő nem fogja a kezét fogni, nem nyújt segítséget onnantól, hogy eladta a terméket, és annak mondjuk hibája nincs. Nem tudom, hogy min akarnak ezen egyébként spórolni az emberek, mert ugye persze nyilván a bekerülési költsége egy szetnek, egy doboz cigarettához képest mindig magasabb, de hát az ember nem egy hétre veszi a készülékeket, hanem szépen hosszú távon kifut, és hát tudjuk azt is, hogy a fenntartási költsége még nagyon extrém fogyasztási szokások mellett is lényegesen alacsonyabb, mint a dohányzás költsége. Egyébként én azt gondolom, hogy az is hibás szemlélet, amikor valaki a gazdasági oldaláról próbálja megfogni az e-cigarettázást. Igazad van, viszont, és szabadat ne feledd, én mindig attól kapok agyérgörcsöt, mikor valaki azt mondja, hogy de hát én szegény vagyok, nekem erre nincs pénzem. De a cigire volt, és ahol mindig az jön vissza válasz, hogy de nem, mert én sodrósat szívtam, akkor máshogy mondom, sodrósra is volt. Tehát arra volt, ott nem volt ez, hogy jaj, inkább kiflit veszek. Hát igen, azért a sodrós dohány is ilyen napi 3-400 forint mondjuk, hogyha magának csinálja, mondjuk egy doboz cigaretta bekerülési költsége. Tehát jóval alacsonyabb, mint mondjuk a kicsomagolt. Rég nézted, Fifika, azért. Ja, hát mondjuk, ha valaki fél dobozza a szív. Igen, oké. Okay. nem. Tál, hogy nekem teljesen fölnökadtak a szemeim tőle. Nem vagyok tisztában a dolgokkal. Nem is tudom, hol láttam utoljára ilyen. Rá is csodálkoztam, hogy aztán fehér Marlboro sodró dohányt láttam, amit élete, tehát amíg dohányoztam, nem volt a piacon. Nyilván ez is azt mutatja, hogy a sodró dohányok felé húzott el a piac. Sodródott. Sodródott. Igen, és az azt hiszem 25 szál volt a dobozára írva, hogy annyi jön ki belőle, és talán 1100 várjál, hülyeséget beszélek, 45 szál volt a dobozára írva, és 1100 forint környékén volt az ára. Tehát akkor jó, legyen 500 forint, de ha azt beszorozzuk, ugye 30, az is 15 ezer forint egy hónapban. Abból azért már lehet egy épkézláb kezdőszettet összeállítani. Hát igen. Nekem az a benyomásom egyébként, hogy az én ismeretségi körömben, ha valaki spórolni akar a dohányzáson, akkor átáll a sodrósra. És én nem nagyon hallottam a környezetemben azt, hogy úgy annyira drága a cigi, inkább elcigiznék, akiktől láttam és frissen álltak át elcigire.
ők minden inkább az egészségügyi kockázatok csökkentése miatt vacilláltak rajta és döntöttek végül mellette. Tehát nem tudom. Nagy a világ, biztos van olyas valaki, aki erről az oldalról közelíti meg. Egész máshogy közelíti meg szerintem mondjuk egy, nem merem azt mondani, hogy egy korunkbeli fiatal, mert hát nem vagyunk fiatalok, de... Beszélj a magad nevében. Jó, akkor Fifika és én már nem vagyunk fiatalok. De szépek vagyunk. De szépek vagyunk, és nem kerek a fejünk. Jó, erről van egy fűs. Hát neked vízfejed van, Charlie, tudjuk, de ez igen. Nem tudom. De hogy jön ez most ide? Na, szóval, tehát egész más, hogy kell neki kezdenie mondjuk annak, aki tényleg egész nap a gép előtt ül, és van ideje fórumokat végigbogarászni, annak nem biztos, hogy nagyon kell szorítani a kezét, de van az az ember, akinek ott kell mellette állni és segíteni. El nem fogjátok hinni, mi fog velem történni jövő héten. No mi? Képzeld el, az egyik csoportban, nem tudom már hol, és nem tudom milyen kontextusban szóba került az akkumulátor, linkeltem, írtam a gyereknek. Szobrot emelnek neked. Az is lehet, de nem. Valahogy 2-3 mondat után kiderült, hogy földik vagyunk, és utána a negyedik mondat az volt, hogy nem-e segítenék-e, esetleg-e megtekerni neki mikrokoilra a kazánját, ami egy GT. Ez tökéletes. A GT-t ismerem, mint a tenyeremet. Remélem, eredeti készüléked van. Big Fritz. Nem? Hát mondom, én olyat a kezembe nem veszek. Na nem kell itt elviccelni a dolgot. Mondtam neki, hogy jó, akkor megtekerem, de mivel tartozik? Mondom, az ennyire ne legyünk már hülyék, nem kell semmivel megfizetni, azt hiszem, hogy egy mikrokoil megtekerése nem az az összeg, de az időráfordítás, mindegy, mondom, az se lesz sok, úgyhogy nem kell kétségbe esni. Kedden megtörténik a nagy esemény, átjön, és megtekerem neki a kazánját, hogy jó legyen. Úgyhogy remélem úgy távozik, hogy jó élményei lesznek akkor is a klón azzal. Hát sosem megyek hozzá a vendégségbe, Charlie. Miért? Hát mert jön a vendég, te meg megtekered. De igen. Képzeljétek el, vettem magamnak karácsonyra egy cigit. Én is. Én is. Úristen, de én igazi egy cigit vettem magamnak karácsonyra. Milyen az az igazi egy cigi? Hát cigaretta formájú. Minek? A füled mögé ceruza a helyett. Hát, hogy legyen. Állj, kész. Gyerekek, ez valami több. Ez valami Apple cigi? Nem. Ez egy cigaretta formájú, igen-igen kicsi, és automata, ugye, amire még az első időkben e-cigizők sokan nosztalgiával gondolnak vissza, nem kell nyomkodni, csak szívni. Eszméletlen jó gőzt produkál a méretéhez képest. Mondjuk az íze az egy rakat szar, érted? Mert semmit nem érzel belőle. De teljesen rendben van gőz tekintetében. Bátran ajánlom ez bárkinek, jó, hogy, aki... Ez jó, hogy mondod egyébként, mert kaptam tesztre a nem az Oszitól, kaptam tesztre Oszitól.ikiszt, úgyhogy januárban ilyen is lesz a videók között. Már egyébként... Hát akkor nem növöm a poént, mert szerintem nézegettem odakint is, tudod, az eldobhatós a másik mániám, 100-szor többet ér, mint bármilyen eldobható készlet, tehát ezt nyugodtan lehet venni ilyen, tudod. Hát jó ez nekem, nem jó nekem ez az elcigi, kipróbálom. Vegyél egyet! Ezt tudod, hova jó neked? Mikor hasítod a fát automata, lógatod a szádba, és közben vágod a fát. Teljesen jó, most is lóg a számba. És egyébként... explicit tartalom, de kurva jó gőze van. Tényleg. Nem melopovágáshoz képest. Én ezt nem akartam elhinni, hogy jó, hát tehát ehhez a mérethez képest, de igen, tehát hogy megdöbbensz, vagy meglepődsz, hogy ebből a kis szarból
mi jön ki, érted? Félelmetes. A másik, amit vettem magamnak ajándékot, az egy Phoenix klón RBA. Ez milyen szép, vettem magamnak ajándékot. Igen, megleptem magam karira. Igen, mert az azt, hogy ilyet úgyse fog nekem a kosárba tenni. És ez is valami eszméletlen jó. Nagyon régóta vágyom már egy ilyen pici kazánterű drip kazára, és eszméletlen jó íze van. Tehát, azt tudod, hova mocsok jó neked kóstolgatni a keveréseket, mert aztán abból tényleg két sluk, aztán kifogy. Nagyon patent, és ami dicséretes a dologban, hogy ennek műanyaga a drip tipje, nekem a fém drip tippekkel az a problémám, tudod, hogy kocog a fogadhoz, meg nem tudom én mi. A műanyag meg olyan kellemesen barátságos érzetet kelt a szádba, tehát abszolút pozitív. Én úgy kezdtem ugye, hogy műanyag, alu, és utána az SS. Az SS-sel sem vagyok megbarátkozva igazán, tehát nekem annyira szét tudja szedni a számat, hogy borzasztó. Szép tépi gyakorlatilag a bőrt rajta. Ezért jobban szerettem a műanyagot. Jó, az üveget is nagyon szeretem, de az meg, azt meg sérülék. Használj labelló, Charlie. Itt van, itt van előttem, nem labelló. Málnás labelló is van, Charlie. Hülyék, azt úgy nézek ki, mint egy, úgy nézek majd ki, mint valami transvestita, nem? Neutrogén a norvég formula. Minőség, megbízhatóság, design. Na igen, Fifikának ez azért volt. Azért képzelted, mikor belefejelsz a neutrogén a dobozba. Hát akár vazelinen is kelheti az ember. Szóval a favágásról jutott eszembe, hogy szerintem nem kell két kéz a favágáshoz. A Facebookon írta a minap Gőz Duda kazántárs, hogy ment és motoros fűrészsel vágta a fát valami apropóból, és így elképzeltem, hogy bal kezében az áj, jobb kezében félkézzel kitartva a láncfűrész. Hát gyakorlatilag így csináltam, mert az egyik ujjától majdnem megszabadult. Szabadult. Tehát így utána egy kézzel vágta a fát. De azt a videót majd egyszer megkeresem, van valami speciális fejkiképzésű fejsze. Hú, az nagyon durva. Azt láttad, berakja egy ilyen kurva nagy forma egyes gumiba, vagy egy ilyen széles nagy gumiba a csávó, kompletten a rönköt, és olyan a kiképzése a baltának, hogy ahogy rávágsz a fára, azonnal az éle úgy van kiképezve, hogy el is fordul a balta egy 40 fokkal a tenge irányában, és még ugye ez a lendület megvan, hogy megy lefele, és azzal a lendülete széttolja a két röngdarabot. És szétfeszíti? Szétfeszíti, de csak azt látod, bazd meg, hogy a csávó egy ilyen 35-40-es fát átmérőben fogja, és így tak, 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 és bazd meg, üt tizet, és kész a fa. Gyufaszál lesz a végén. Mondom, ez mi a fasz? Megnéztem, mert hát mondom, bazd meg, nincs fám, de ültetek, hát ez kell egy ilyen. Valami, te, 28 ezer forint. Egy kurva balta, fejsze, favágni. Tehát, hogyha biztos kinnélek Finnországban, és mondjuk elfogyna mondjuk 2-3 köbméter egy héten, akkor hát ez ilyen best buy lenne. Csak a feelinget tudom neked biztosítani, van 4 köbméter hasogatni való itt van, ha érdekel. Van az a pénz, van az a pénz. Ha érdekel. És piszkársz baltám van, tehát. Az nekem is van, de az túl mainstream. Ja, bocs. Elmondom a két anekdotámat, mielőtt elfelejtem. Nem, mondd el, várj egy picit, te várj is, picit, hogy várj mit vették karácsonyra magadnak. Mindenki csöndesedjen el? Szűcs Péter, ne aludj! Ébresztő! Szemeket kinyitni! Na mindegy, ezt meg mondom. Nagyon időszerű volt. Szóval igen. Szűcs Péter, ő egyébként az, aki... Egyébként a fórumról ismerjük egymást, de Facebookon is ismerősök vagyunk, és megkért rá, hogy amint fönn van a podcast, mindig csak üzenjek rá egyet, hogy fönt van. Mondom, jó, de hát ott van a ecigitesztek.hu, fölrakom egyből, Facebookon, csoportban, mindent. Nem értem a dolgot, hát mert úgy néz ki a dolog, hogy ő már késő van, mikor elkészül az adás, fekszik a felesége mellett az ágyban, párnája alatt bent van a telefon,
headset a fülében, és úgy alszik el, képzeljétek el, hogy közben a párásító podcastet hallgatja. Miért nincs ilyenkor vas taps effekt? Miért nincs? Óriási. Keverj bele valamit. Nem, annál jobban sietek és elfoglaltabb vagyok, de jól esnek az ilyen dolgok. Van még egy pár dolog, amit meg fogunk említeni, hiszen a karácsonyi külön kiadásba belefér. Következik. Krisztián, akkor te mesélj, légy szóval, hogy mivel lepted meg magad karácsony alkalmat? El fogom felejteni az anekdotáimat, teljesen az lesz. De mondjad az anekdotát. Akkor nem, karácsony alkalmára végre egy Cousinex-tel meglettem magamat. Már nagyon régen vártam. De te ezt már január óta tervezted. Nem, nyár közepe óta. Emlékszem, még rövid gatya volt, meg pólóban is izzadtam, nyár volt az. Nem. És milyenek az első benyomásaid? Fú, hát most figyelmeztetett rá, hogy meg fogok lepődni, mert hogy akkora szufla van benne, hogy leviszi a fejemet, és nem gondoltam volna, hogy ez így lesz, de tényleg valahogy úgy átszippantja az áramot magán, hogy a régi Megatron után elképesztő teljesítményt produkál. Krisztián, beszéljük egy hónap múlva, hogy Krisztián, takarítottad a mododat? Jaj, nem lehet, hogy az a baja. Hát, de bibibi, nem igaz, mert karácsonyra kapom majd az ultrahangos pizbaszt. És lesz itt kazán takarítás. Hú, mi fog onnan kijönni, de durvaság. Szerintem dobd be a követ is. Tök mindegy, hogy van ultrahangos takarítód, vagy nem, hogyha nem kezded használni. El használni. Az ultrahangos... Bocsánat, igen. Lényeg, hogy nagyon boldog vagyok, mert szerettem volna a Pelszó Malá egy hozzá passzolós Nextet, és most már van. Ugye a felület majd hozzá kell egy kicsit kopnia, meg idomulnia, hogy a színek stimmeljenek, mert a Pelszót már elég régóta használom, de nagyon patent, teljesen 10 centivel a kanapé fölött lebegek, nagyon boldog vagyok. Adjak ezres csiszolóvásznat? Nem, köszönöm. Majd az ebben megoldja. Az ultrahangos tisztítóról jut eszembe, ezt tegnap találtam az egyik Facebook csoportban. Megvan az arc, aki nagy tételben vásárolta az ultrahangos mosót. 3000 forint haszonnal árulja az egyik hirdetési oldalon. Megkérdezte, ott volt az, aki beírta, és ő írta be, hogy megkérdezte az eladó, hogy úgy írja, hogy megkérdezték a Lidl-ben a mókust, minek visz ennyit. Válasz, eladom e-cigiseknek. És mekkora svihák. Hallod, de úgy képzeld el, hogy azt mondja a srác, hogy hát most nem emlékszem pontosan, hogy 20 vagy 30 darabot vett. Várjál, azt mondták, nem, kiszámolták, hogy 60 ezer haszon, 20 darabot vett akkor. 20 darabot vett. Csak azért, hogy utána eladja is. És belefetszölte a lóvét. A kérdés. Ez egy kereskedővé nagyon ember. Mindegy, ezt a linket nem fogjuk berakni. Reméljük, Szűcs Péter még nem alszik. Szegény elcigisek megmentek a Lidl-be, és ott állt az üres kosár, és már nem volt neki. Igen, többen mondták egyébként. Én azért is mondtam, hogy még vasárnap, mikor indul az akció, akkor vegyenek, és voltak már utána, akik mondták, hogy hát itt már nem volt, meg ott csak egy darab volt, szerencsére lecsapott rá. Szemfülesnek áll a világ. Jaj, még egy téma, amit meg akartam említeni, amit mindig, de érdekes, tehát szerintem ezek szerint fölöslegesen fetszelöm az energiát a bejegyzések megírásába a podcast alá is, mert minden egyes alkalommal kék gombbal beraktam a közvéleménykutatásnak a linkjét, és baromi lassan gyűlt. És most a legutóbbi nyereményjáték kapcsán beraktam, kérlek szépen benneteket, azt hiszem 18-án. Az egyik szavazásnál volt akkor 498, abból lett ma estére, tehát szűk két nap alatt 498-ból 577. A másik, ott nagyon várom, hogy átlépjük a lélektani határt, ott 757-ből lett 798.
még kettőt húzzatok bele. A legelső űrlap majdnem 800, a második űrlap pedig 580 alatt egy picivel. Ez lesz az, amit le fogunk zárni most december 31-én. Összesítjük a szavazatokat, ezeket a szabadszavas részeket is, és majd a kezedben nyomom a virtuális PDF-fájlt, aztán viheted oda, hova szeretnéd. Szerintem nem rossz azért egy hazai ilyen kis összetákolt statisztikától ennyi szám. Tehát a kettőre együtt több mint 1300 bejegyzés született. Klafa. Csak így tovább. És megismertük egy csomó embernek a véleményét. Használati szokását, igen, és a véleményét. Úgyhogy ez jó pofa. És hogy honnan jött ez az egész? Ott most szomorú vagyok egy picit. Ugyanis tegnap sorsolás volt, és pont Szűcs Péter nyerte meg az egyik Aspire-t. De nem ezért vagy szomorú. Nem ezért vagyok szomorú, hanem azért, mert amire mindenki annyira rá volt cuffanva, ez a Steelpunk Slug Mod, megnyerte valaki, és azóta sem tudom elérni. Tehát én úgy gondolom, hogy ott volt a videó, most ki van rakva a felvételről a link, én megpróbáltam őt bejelölni a bejegyzésben, nem tudom, mert gondolom azt letiltotta azt a lehetőségét, és kiírtam az üzenőfalra, kiírtam a csoportba, kiírtam a bejegyzésben a posztba, nem tudok többet tenni ez érdekében. Még egyszer mondom, Farkas Szabolcs, jelentkezz, a Facebookon vedd fel velünk a kapcsolatot, mert ha nem jelentkezel, akkor karácsony után, december 31-ével sajnos ennek a játéknak így azt kell, hogy mondjam, hogy nem jelentkeztél érte, és sorsolni fogunk mást. Vagy egyszerűen csak odaadjuk annak, aki kezét, lábát törte volna érte. Például én. Azt mondod, hogy akkor bezúzzuk. Nyilvános bezúzás. Mint a kisvakonda felirattal ott a viadalnak a topikjába. Az utolsó szó, bezúzzuk a... Ja, hát nem zúzzuk be, mert el is lehet tüzelni, mert fa. Nálam jó lég. Rádobjuk a tűzre. Úgyhogy most mondjuk ki utoljára, Farkas, Szabolcs, keresünk. Na, figyeljetek már, eszembe jutott a keresésről. A negyedik Vape Band. Igen. Meg elmondom, jó, hogy mit találtunk ki a Fifikával, miközben hazafelé beszéltem vele telefonon, aztán mondott te is, hogy jó-e így, vagy sem. Itt van ez a Vape Band. És szeretnénk a lojalitásunkról biztosítani a lelkes hallgatói táborunkat, ami nem több ezres, de sokan vannak, és nagyon hálásak vagyunk, hogy hallgatnak minket hétről hétre. Ezért ugye azt találtuk ki, hogy ez csak közöttük lesz kisorsolva, és föl se írom a Facebookra, hogy mit lehet nyerni, meg egyáltalán. Tehát ez nem egy akkora dolog, hogy most ezért bármilyen szavazást én kierőszakolnék. Viszont azt találtuk ki, hogy a jövő héten ugye nem lesz adás. Elmegyünk karácsonyozni. Az utána héten, ami lesz adás, ki fogok most rakni majd holnap vagy valamikor egy kérdést a párásító Facebook csoportba. Majd a linket is berakom, hogy hol a csoport, hol lehet elérni. És aki arra a kérdésre mondja, Fifika, hogy mit csinál? Hát aki arra a kérdésre válaszol, illetve... Értelmes kérdést. Úgy csináljuk, hogy igen, értelmes kérdést értelmes tesz fel, kérdést hogy mi legyen az adásban. Fel. Mi legyen az adásban, azok között mi nem kisorsoljuk, hanem akit a legszimpatikusabbnak találunk, annak fogjuk odaítélni ezt a webbendet. Legyen már egyszer olyan, hogy bajkosan össze tudjunk kacsintani a rajongó táborunkkal.
És ezt majd háromat döntjük el. Igen. A három webbend tulajdonos fogja odaítélni a negyediknek, aki egyébként ezzel örökös podcast tagságot is nyert, tehát lélekben mindig velünk lesz. Ez már egy beavatás. Azt hittem, azt mondod, hogy fájó emléke szívünkben örökké élni fog, de nem. De nem. Szóval igen, mi fogjuk eldönteni, minket lehet majd köpködni. És korrumpálni. És korrumpálni. És korrumpálni. Igen, igen. Liquid, mod, kantál, kogendó, bármi utánfutó. Jöhet. Igen. Utánfutó, csirke, hízó, meg ilyenek. Ja. Fifikának tűzifa. Például. Lehetőségek tárháza kiveríthetetlen. Na, szóval ez lesz. Fogunk írni egy bejegyzést, ugyanúgy, hogy eddig szoktuk, hogy a következő adáshoz írjátok a kérdéseteket. Aki oda értelmes kérdést tud és akar írni, oda beírja, mi pedig leszünk olyan köcsögök, hogy kiválasztjuk azt, amelyik nekünk a legjobban tetszik. Persze beleszámítjuk azt is, hogy ki az, aki eddig rohadtul aktív volt, és odaadjuk neki. Ennyi, nem több. És mondjuk kívülről tudja mind a hányadást, 40... Ez a 44. 44. Mind 44. a 44. Ha most lesz, igen. Azért kemény, tényleg már majdnem. Hát ha nagyon szigorúan vennénk, akkor 44, egy a pilot 45, egy a tilos 46, úgyhogy tényleg nagyon közel vagyunk már ahhoz a bizonyos 52-höz, ami egy év, és nem volt még olyan hetünk, amit kihagytunk volna. Ezúton viszont... Ez még gombózból is sok. Szerintem említsük meg azért azokat az embereket is, akik, hogyha épp valamelyikünk, én nem, mert én rögzítem, én vagyok az a koldus, aki mindig utána még gépel másfél órán keresztül, de hogyha épp nem értetek rá, vagy valami közbe jött, vagy csak többen voltunk, mint három, mondjuk négyen voltunk, akkor itt voltak velünk, és akkor a teljesség igénye nélkül tényleg, ha valaki kifelejtünk... Titkos fegyvereink... Kezdjük el sorolni. Köszönjük szépen Blackinek. Ti is mondhattok. Ja, ne, én meg azt hittem, hogy megszakadtunk. Gondoltam, mindenki mond egyet-egyet. Köszönjük szépen Gergelynek. Várkonyi Andornak is nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen Matyinak. Segíző Matyinak, bocsánat. Segíző Matyinak. Kinek köszönünk még? Köszönjük szépen, ugye vele egy külön report volt Mystic Petivel. Neki is köszönjük a hasznos tanácsait. Azt hiszem az egyik leghallgatottabb podcast adás volt, amikor ő megszólalt. Arra azóta is hivatkozok egyébként vissza. Aztán köszönjük szépen Dudusnak. Aztán én már nem is emlékszem. Én még tudok mondani. Köszönjük szépen Ragasztópisztoly Gavronnak, azaz valamelyik Dánielnek. Bármi hihetetlen, de tényleg volt van a podcast. Értelmeseket mondott. Nem mint vendég, de a rengeteg beküldött hír kapcsán köszi nagyon Ziegler Ferinek is a áldozatos segítséget. Igen. Ez így van. Szinte minden adásban meg szoktuk említeni, most talán azért nem, mert nem a hírekből szemezgetünk, de tényleg az ő háttérmunkája nélkül el lennénk egy picit havazva. Volt még valaki? Én nem gondolkozom most erőteljesen, de szerintem... Ja, volt, és köszönjük Kine szépen... Kinehagyunk valakit, mert végül... Nem, volt, és köszönjük szépen annak az újságíró nőnek, aki hajlandó volt velünk egy podcastben szerepelni. Igen. És egy picit bevezetni minket az újságírás mögötti dolgok rejtelmeibe.
Mert ők vállalták legalább, sokan nem vállalták, akiket most Ez nagyon érdekes. Tehát, nem hogyha nevezünk meg. belegondolsz, beleugatunk, érted? Tehát odamész egy ilyen Volkswagen rajongói klubba, és akkor mondod, hogy oda szerez a Volkswagen, sokkal jobb a Mercedes. Mi van? Érted? Értesz hozzá? Nem, de azért leírhatom, nem? Hát de. És mire alapozod? Hát semmire. Ja, jó van. Tehát ilyen, ezt komolyan mondom, Charlie-nak már mondtam valamelyik nap, ez olyan, mint amikor a klón meg az eredeti egy platformra kerül. Tudod, hogy ha nekem is GT-n van, nem, bazd meg, neked csak egy GT utánzatod van, egy klónod van. De nem tudja, hogy van olyan, hogy klón. De az ugyanolyan, mint az eredeti. Hát, kispofám, oda mennék egy igazi magnummal fejbe lőni, meg egy magnumnak látszó tárgya, észrevennéd a különbséget. Snob, ne izgass föl magad, Fifika, ne izgass föl magad. Árt a szépségednek is. Én citromdíjban még megköszönném mondjuk Szócska Miklósnak és Demjén Tibornak. Azt hittem, a egész mást fogsz mondani. Mert nagyon sok témát szolgáltattak neki. Egész évben. Illetve hát ugye őket már csak a WHO überelte. Illetve a füstszűrőjükkel együtt, igen. Illetve sajnos egyre inkább kezdi őket überelni a globális Facebook és a számos módon permutálódó kezdőprofik, haladó profik, profi kezdők csoportjai, akik egymásnak adnak tanácsot. És nem értik, miért ingerült az ember, mikor 46-szor mondja el. Múltkor fogalmaztam meg így magamban, hogy nem szeretném, ha egy cigarettás kapna Darwin díjat. Erwin díjat, te hülye. Pedig ahogy elnézem a fölhozatalt, előbb-utóbb lesz. Tehát... Hát csak ha az utolsó egy hétre visszatekintünk, volt itt, aki... Lehet, tényleg is... mi volt a héten? Figyelj. Járvány. Ja. Volt itt olyan, aki... Vírus van a levegőben. Volt itt olyan, aki százas nikotint szívott, mert attól tök jó könnyezik, és az jó pofa. Volt, aki mérés nélkül duálba kötött, számára ismeretlen SS húzalból tekert kazánt szívott. És aztán és a végén tő, szegény majdnem meghalt, úgy köhögött a végén, hogy a kamera kiesett a kezéből, de utána jó volt elmondása szerint, csak ezt sajnos már nem láttuk. Mi volt még, Fifika, a héten? Nem tudom, de az megvan nektek Darwin díjba, hogy a faszi feladta a levélbombát és szarcímet írt a borítékra? Azt visszahozta. Most ő megkinyitotta. Ne! Jézus Istenem, bazd meg! De ez megtörtént. Tehát érted, visszakapod a levélbombádat, ez mi a picsa? Ping! És kinyitott. Nem úgy tudod. Anya, csomagom jött, fölnyitja a dír! Kész vagyok. Úgyhogy, sok ilyen lesz szerintem mostanában. Úgyhogy épp azt mondtam Fifikának, hogy nem-e azt kéne, hogy egy ilyen, hogy a lelki zent helyreállítsuk, az összes csoportból kivonulni, és nem azért, hogy nagyképű valaki, hanem M plusz egyszer elmagyarázni, hogy kell PayPal-ról rendelni, az még hagyján, de hogy honnan kell rendelni olcsón, én nem vagyok hajlandó megvenni a likvidet, nem tudom, hogy kell keverni, de keverni akarok, meg meha kell, mert az jó. Azt is megkaptam valamelyik fórumon, volt hogy... Itt valaki keverjen nekem likvidet, igen, olyan is volt. Meg tudod, most nem erre a srácra, aki megkeresett, ez egy teljesen jó indulatú gyerek volt, de hallottam már valaki, Fifika, mennyiért? 1000 forintért csinál egy tekerést? Igen. Hallod? 1000 forintért csinál egy tekerést, bazd meg. Mi podcastolunk itt, bakker, pályát téveztettük? Egy mikro. De, hallod? Én esküszöm, elkezdem, bazd meg nagy üzembe. Én nekem ezzel semmi gondom. Hát amíg van felvevő piac, addig bazd meg.
ki vesz egy készüléket, és tök hülye hozzá. És akkor azt mondja, hogy ő inkább kifizet, mit tudom is én, egy héten egy ezrest, hogy valaki azt neki rendesen belője, meg megtekerje. Aki meg megcsinálja, az megkeres rajta. Ezzel nekem semmi bajom az ég adta világon. Nekem azzal van a bajom, amikor 0,2 ómos szarokkal próbálkoznak, és aztán csodálkoznak, amikor eldobják, mert ég a mód a kezükbe, vagy rövid zár van a cuccba, meg nincs ellenállás mérője, meg fogalma nincs az egész, csak azt látja, hogy kurva nagy kerítés drót, két menet, az milyen kurva jó. Figyeljetek már, jaj, nem, azt a videót, azt be kell rakni. A videó lesz, neked se ugrik be. A fekát. Néger poncsót. Basz. Ez a szállóige gyanús szöveg. 0,8 ohm, ez már majdnem szubóm. Ez már majdnem szubóm, igen. De várjál, hogy volt az, mert igen, azt mondja, hogy don't try this at home, I'm a professional. Hát ennyi. Nem azt kell itt sem. Azt nézzétek meg, az a baj egyébként, hogy két hét múlva valaki ezt fölteszi magyar változatba is. De azt mondjuk el, hogy én nem néztem végig, de egy 12 voltos autóaksi rákötötte egy Monster Boxra, és ebből drippelt a szentem. Nagyon kemény. I am a professional. Na. És tudod, hozzá ezt a harlemi gettó akcentust. Ó. És csak ilyen pillanatra nyomogatja a gombot, érted? És megnyomja, és így kigyullad az egész cucc a tetején. Olyan, mint ami fákját csináltunk mi a Gergővel az Origenből, csak ezt mondjuk nem 5 másodperc alatt érte, hanem ahogy megnyomta. Ahogy megnyomta, egyből kigyullad. Tehát kész. De Jézusom, már 12 óra. Na de várjátok, egy autóakkumulátor volt mögött. Igen, beszéltek? Igen. Azt mondja, hogy most nagyon... Beszéljetek egy picit, én most nagyon belefogtam itt valamibe. Jaj, Charlie, mibe fogtál bele? Szerintem addig elmesélem. Addig meséld el az anekdotádat, Krisztián. Ahogy Charlie mondta, hogy milyen öregek vagyunk. Jöttem haza az Oszitól ma, és megyek a buszon, és úgy sréhen velem szemben a túloldalt egy fiatal lány és egy fiatal srác, így szemre ilyen lázadó 17-18 éves körüliek lehettek, és a korunkpankjai stílusban öltözködtek a srácon, ilyen kockás, piros kockás nadrág, meg ilyesmi, a lány ölébe egy 2,5 literes vörösboros kóla, tehát ahogy úgy szemlátomás házi buliba igyekeztek, nagyon aranyosak voltak egyébként, és amikor leszálltak, akkor láttam meg, hogy a lányzó egy Green Day-es kapucnis pólót viselt, és akkor így meglódult a fantáziám, hogy vajon egy ennyire fiatal punk párosnak, mennyire Matuzsálem banda lehet nekik a Green Day. És én emlékszem rá, amikor... Én mondom neked, tudod, ez a... Hasonló idős. Ez a ki a faszom az a Kurt Cobain, tudod? Így. Az ugrott be, hogy hasonló idős koromban mennyire utáltuk az akkor éppen első lemezes Green Day-t, hogy mi ez a műpunk szar szútyog, aztán most meg már ilyen Matuzsálem punkbanda lett belőlük, nagyon érdekes. Hát, tudod, ez olyan, mint a Bonnie-en volt az én időmben, hogy hánynom kellett már, ha meghallottam a, nem tudom, mi volt akkor az éppen aktuális slágerük a Babylon folyóinál, most meg az emberi nosztalgiával gondol vissza rá, hogy ú, de kurva jó volt akkor, Istenem. De erről van egy másik anekdotám egyébként, az érdekesebb egy fokkal, ez csak egy ilyen kis eszmefuttatás volt, ami végigszaladt a fejemben a buszon. Évekkel ezelőtt egy idősebb angol úrral beszélgettem, és ő mesélte, hogy ifjú Duhaj Titán korában volt egy törzskocsmájuk, ahol időnként fölléptek zenekarok, és lement találkozni péntek este a cimboráival, szokásos péntek esti sörözés volt, és valakik nagyon vernyákoltak ott a színpadon, és így iszogották a sörüket, és egyszer csak nem bírta tovább, és így kifakadt, hogy mi ez a szar? És akkor azt a túloldaláról a cimborája fölnézett,
Nem tudom, valami YouTube, vagy mi a tökre. Úgyhogy. Big in Japan. Arany darab ez is. Bikicsunál. Bikicsunál, úgy is van. Meg a Titanic. Nem akarunk a Bélával egy mulatós blokkot is indítani az az én fájdalmam, az az én szenvedésem, hogy a Béla, hogyha meglátja most már a kezemben a telefont, vagy a kamerát, az akkor egyből, már menekül. Nem tudom nektek leírni, hogy ha be lenne rúgva, akkor is egy tized másodperc alatt, mintha kiózanodna, és kész. Csáli, hagyjál már békén. Ne kamerázz már, nem. Az, mikor már akkora celeb valaki, tudod, hogy nem, ezt igen, nem. Igen. Csak jeles alkalmakat. Egyeztes az ügynökével időpontban. Igen, aki egyébként vastag Csaba. Hát mindig a kisebb sztár, ugye? Ugye készülök én nektek valamivel, szóval nem azért vagyok nagyon csöndben, hanem... De még mindig nem tudjuk, hogy mi volt a karácsonyi ajándékod. Igen. Az én karácsonyi ajándékom? Várjál, mert most valaki rám írt. Fuck. Yeah. Mivel? Az én karácsonyi... Az én karácsonyi... Nem írtam akkor, igen, ezért nekem is volt eszembe. Csáli szegény bügyköl valamit, és így az arra járó emberek állékkal a tarkójára üzeneteket, és csak két tükörre tudja elolvasni. Jó, jó, most hagytam, hogy egy kicsit érzem. Hogy az asszony, hogy az asszony, de nézd már meg, mi van a hátom. Jó van. Tól, de ez, hogy most egy doboz tojás. 2 kiló kenyér. Oké, jó van, oké, kiröhögtük magunkat. Na, tehát én megleptem magam egy GT2-vel, és ennyi. Tökre unalmas. Még majd várom bele a vastagabb núttal rendelkező belső palástot, és ennyi, de hát lehetett látni tegnap. Szerintem nézd meg, Mújó, a sorsolást. Jó pofa volt, érdekes volt, szerintem nem volt unalmas se. Mi jó. Nem nyertünk semmit, de ezen nem keseredtünk el. Cserébe fölraktuk azoknak, akik nem látták. Egyébként ez is érdekes. Volt ilyen komment is a Facebookon, hogy végig kell nézni a videót, vagy le van valahova írva, hogy ki nyert. Tehát, hogy ennyi fáradtságot nem vesz valaki, hogy 30 perc az egész videó. Értem én, hogy rohanunk meg minden, de... Nem hát tudom, azért... szóval ettől én tényleg agy faszt kapok, hogy ha én föl akarok tenni egy kurva bármilyen telefonra egy szoftvert, mert mit tudom én is, rútolni akarom, meg MIUI-t akarok rajta futtatni, vagy CM10-et, vagy bármi, akkor szétolvasom az agyam előtte, minden szart megnézek, minden hülyeséget végignézek, és utána fogok hozzá. Itt, öcsém, semmi. Senki nem hajlandó semmire. Bemegy egy Facebook csoportra. Hogyha azt írják neki, hogy a Google a barátod, akkor megsértődik. Szóval egyszerűen elképesztő. És nem fogom tudni neki leírni, hogy hogy vattázza be a GT-t. Várjatok egy picit, mert én... Tényleg, de izgass fel magam. Várjál, mind a ketten... Nézzem meg egy videót. Mind a ketten azért... csöndesedjetek el, és most van egy kis meglepetésem. Be fogok valakit hívni. Ne fenyeges. Halló. Jó estét! Véder nagy úr! Halihó mindenki! Halihó! Sziasztok! Na. Boldog karácsonyt! Köszönjük az ajándékot, Blacky! Igen, nagyon köszi kellemes ünnepeket! Boldog karácsony nektek is! Azt hittem angolul örülök, hogy fogsz valamit mondani. I heart vape mail, vagy mit tudom is én. Jaj, behívtunk, mert utolsó adás az karácsony előtt, aztán egy kicsit szabadabbra engedtük. Mondom, akkor neked is itt lenne a helyed, épp elkezdtünk szentimentáliskodni, hogy mindenkinek megköszönjük, akik jelen voltak, és Blacky, és izé, stb. Na mondom, akkor már pedig most ide fogunk téged citálni. Úgyhogy
Most egyébként jó, hogy jöttél, mert Fifika éppen készült agyvérzést kapni, úgyhogy na. Hát éppen a Facebook csoportoknál tartunk. Kifakadtam erre a Facebook csoportos történetre, hogy ha én bármit akarok csinálni, akkor végignyálazom a kurva netet, utána járok mindennek, azt próbálkozok. Ezek öcsém kérdeznek, már egy videót se hajlandó megnézni, írjam le neki, hogy kell bevattázni a GT-t. Nem tudom leírni. Azt meg kell nézni, ki kell próbálni, 5-6-szor, vagy megy, vagy nem. Ennyi. Majd utána lebasz. Igen. Ez pontosan így van, tehát leírni az ilyet, hogy mennyi wattát tegyél bele, hogy fűzd bele, az nagyon-nagyon nehéz. Főleg, amikor olyan szavakat kell használnod, hogy mit tudom, alsó tömítő gyűrű, jó van basszus, de az melyik? Tehát az a jó, hogyha látja. És ha belinkelsz egy videót, és az neki nem elég segítség, arra nem nagyon tudok mit mondani. Azt kell mondjam, hogy oka volt annak, hogy abból a Facebook csoportból, amelyiknek az adminja voltam, egész egyszerűen ki kellett lépnem, mert nem bírom idegileg. Én egyébként azon gondolkoztam pont ma, hogy ez nagyon nem jó. Egyik részéről azért, mert hogyha nyitok egy csoportot, és jó a marketingem, és 1000 embert berángatok, akkor a nagyszámok törvény alapján rengeteg hülye is lesz ott. És azért, mert nekem van egy Facebook csoportom, biztos, hogy mondom, nem biztos, hogy én vagyok ott a legokosabb. És vakvezet világtalant, és aztán mikor én is, most egy-két napja volt egy csörtém, és elkaptak, és a rutinjukkal legyőztek, ha értitek, mire gondolok, mert olyan mindenben válaszolsz, hogy hát, nem bazd meg, 55-ször elmondani ugyanazt, nagyon fárasztó. Nagyon, egyetértek. Meg is kérdeztem, mondom, srácok, úgy emlékszem, itt volt Blacky. Most látjátok? Nem. Gondolkozzatok-e, hogy miért nem. Úgyhogy ennyit a Facebook igen. csoportokról, illetve az, hogy ez az egész egy ilyen lineáris valami, ami csak halad, itt nem lehet információt összegyűjteni. Ez olyan, mint egy tök egyszerű pro hardware fórum, azzal a különbséggel, hogy itt egy beszélgetés, egy kérdést valaki föltesz, ráírnak 500-an, hogy mekkora hülye vagy, meg azonnal fasztekről rendelj valamit, mert az úgy sokkal olcsóbb, meg keverjél levest, és aztán egy hét múlva ugyanezt a kérdést fölteszi valaki. Hát, igen. Igen. Van egy ilyen karmikus világkörforgásos hangulat ennek az egésznek, hogy a Facebook csoportok mint egy csörgedező kis patak, és aztán visszatérnek önmagukhoz. De ez, tehát ha végig gondolod, akkor, és Blacky mond, hogyha nincsen igaza, ugyanaz játszódik le a Facebook csoportokban, mint anno annak idején a fórumban. Hogy volt először egy kis összetartó társaság, azok tök jól így kibeszélgették magukat, aztán így elkezdtünk dagadni, és jöttek ezek a nettó hülyék. Tudod, aki már arra sem volt hajlandó, bazd meg, hogy legörgesse a képernyőt az aljára, és ott megnézze az összefoglalót. Már ez sem volt jó. Már az sem volt jó, hogyha külön raktuk, hogyha szétválogattuk készülékenként, hogyha típusonként, alfajtánként, kurvára nem volt érdekes. Ő bement, kérdezett, és ha nem válaszolta azonnal, akkor megsértődött. Érted? Igen, hát, igen, igen. Hát vagy ugyanígy tartanak most a Facebook csoportok. Mellesleg megtaláltam a Véperek védőszentjét. Köszönöm szépen, aztán meg kifejtem. Oké. Okay. 15 percig bogaraztuk az internetet, vagy hát én nem. Találjuk egy védőszent. Én ültem a kocsiban, és Fifika, szeressünk már valamit, egy védőszent kell nekünk, hát annyi aksi fog itt fölrobbanni, bazd meg, annyian fog megdögleni a százas nikotintól, hogy kell egy kurva védőszent, és már azon gondolkoztunk, hogy azt mondja, ez nem lehet, csak mondom, nézzünk olyat, aki nincs benne a listába, mert mondom, az még szabad. Azt mondja, azt nem lehet. Ha mondom, akkor csináljuk azt, hogy írjunk egy levelet, bazd meg a pápának. Hát ilyen még nincs. Hát latinra csak le. Ott van az az ember, aki tud latinul Angliába. Majd vele lefordítatnánk a levelet. Azt elküldjük, és lenne saját védőszentünk. Hát akkor most találtál. Találtam. Szent Cecília, ő egyelőre a zenészek és az énekesek védőszentje, nem tudják még, hogy a vépereké is. A történetben az van, hogy ő ugye áttért
első Orbán pápa idején, ez időszámításunk után 222-230 között. Nem mondj ilyeneket, megállt a szívem, bakker. Orbán pápa. Nem véltem semmi összefüggés, de egyébként ez így meg teljesen jó. Sőt, nem is az Orbán pápa, hanem az első Orbán, az így ütött, ez a szó összetétel. És Szent Cecíliát ki akarták végezni a kereszténysége miatt, halálra ítélték, és most jön a lényeg. A saját háza fürdőjébe zárták, hogy a gőzben megfulladjon. De sem a gőz, sem a tűz nem ártott neki, ezért hóhért küldtek hozzá, hogy lefejezze. Cecília három csapás után is életbe maradt, és három napon át buzdította a hívőket. Vagyonát elosztotta a szegények között, és megkérte a pápát, hogy a házát alakítsa át templommá. Hát gyakorlatilag teljesen analóg a mi történetünkkel, úgyhogy mától Szent Cecília a zenészek, énekesek és a véperek védőszent. Nem akarom elhinni. Teli találat, basszus. Igen. Mert az a durva, hogy nem állt meg itt az olvasásba, és ráfűzött, és utána olvasott, hogy Cecília ugyan mit csinált, hogy szent lett, meg védőszent. Hát olyat kell keresni Charlie védőszentnek, akit analógba tudsz állítani a saját tevékenységet. Hát én azt hittem, hogy ráfűzöl, hogy az énekesek védőszentje, és itt van, ami Bélán. Ja, nem. Tehát az ő életében kellett, hogy történjen olyan valami, ami a véperekhez tudja kötni. Hát, hogy az, hogy a gőzben nem fulladt meg, gyerekek, az mindent visz. És akkor ő nem köpött föl vizet? És nem tudták kinyírni se. Kész. Hát. Azt hallottad, azt a sztorit, Fifik, a vizet fölköpök? Igen. Az az érdekes egyébként, hogy ez velem előfordult. Amikor legelőször elcigiztem, talán 5 évvel ezelőtt, akkor egyik éjszaka, tehát 3 vagy 4 napja szívtam már az elcigit, és akkor egyik éjszaka azt éreztem, hogy mintha a tüdőmből jönne föl víz. Akkor még azért nem voltak ennyire jó likvidek, meg ennyire biztonságosak, meg azok ilyen kínai után töltött cuccok voltak, bár én azt gondolom, hogy a legkevesebb probléma egyébként a világban a kínai likvidekkel történt, ugye ami volt nagy botrány, az is amerikai likvid volt annak idején, de az egy ilyen furcsa pillanat volt, és igazából nem is tudom, hogy köthető az e-cigarettához, vagy csak egyszerűen a szervezetnek egyfajta ilyen méregtelenítő reakciója volt. Remélem, fölfogtad egy kis fiolába, és azóta Szent Cecília tiszteled, és kiállítottad. Szent Cecília könycseppjeként tartom. Nyilván. Hallod, neki ilyen hülyék vannak ott is, mint mi? Természetesen. Tehát hogy bejön a fickó, és megkérdezi, hogy 2 üveg 6-ost összeönt, abból 12-es lesz-e. Zsír! Ez tök alap. Mit mondasz neki? Persze? Hát megpróbálom neki szépen türelmesen elmagyarázni, mert itt azért nagyon hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a vásárlónak mindig igaza van. És erről le kell őket szoktatni, de úgy, hogy ne érezze magát teljesen hülyének. Tehát meg kell próbálni udvariasnak lenni. És akkor fel kell hozni valami analógiát, ugye, amit a szörpöt csinálnál. Hogyha most van egy pohár málna szörpöd, ami pont jó, meg van egy másik pohár málna szörpöd, ami pont jó, azt összeöntöd, nem kapsz koncentrátumot, ugye? Vagy valami ilyesféle. De igen, van itt mindenféle próbálkozó, tényleg hihetetlen alacsony ellenállásokkal bejön a srác a szarrá oxidálódott rézmehájával, mert 2 hete elcigizik, és a haverja mondta, hogy ezt kell venni, mert ez a tuti, és valami garázsvásáron vette 20 fontért, vagy mit tudom én, és örül magának, mert annyira jó, mint az állat, csak egy kicsit süti a kezét a gombja, úgyhogy néha kesztyűbe kell használnia. Köszönöm. Weber kesztyű, ez lesz az új cucc. Nem vicces egyébként, én múltkor láttam videót, hogy a gyerek bazd meg nem is kéztörlőt, hanem egy normál, szabályos, nagy törölköző tekert bazd meg a kezére, és úgy nyomta a gombot. Normális. Igen.
Ugyanez a srác egyébként veszélyes, nagyon, mert rengeteg videója van a YouTube-on, ahol annyira alacsony ellenállásokkal dolgozik, hogy ez valami félelmetes, tényleg, tehát egy tized óm alatt. És ezt megfejeli azzal, hogy az édesanyjának az eBay fiókján keresztül árulja a maga által módosított, felfúrt, megtekert, ready to vape idézetben, tehát drip kazánokat. Borzalmas, egyszerűen borzalmas. A UK Vapers fórumon, ami nagyjából az otthoni fekete fórum itteni megfelelője, már vadásszák a srácot, mert nagyon a bögyükben van. Lehet, hogy nekünk is ilyen hantot kéne szervezni? Vaper kommandót? Emlékszel rá, volt ilyen Vaper rendőrség, vagy nem tudom én, mi alakult egyszer, csináltunk róla podcastet, vagy valamelyik podcastben hírként szerepelt. Nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy Blacky mivel szemléltette az embernek a két hatos összeintését? Szörp. Gondolom Málna. Szörp? Málna szörp. Blacky is tudja, mi a jó. Speciál most pont Málnát szívok, mert egy... Ezt nem hiszem el. Ez valami összeesküvés. Az. Az. Várjatok már egy pillanatra, hadd magyarázzam, mert a málna az egy olyan likvid, ami nem minden tankból hozza ki minden, tehát a teljes zamat nem jön ki mindenféle kazánból. Például a Proton 2-ből csak az aromáját érzed, az illatát jóformán, nem jön ki az édessége. Kaifunból kijön az édessége például, de például Aurotonkban már nem annyira hangsúlyos. És most van nálunk egy smok GDC, ami nagyjából egy Aspire Nautilusra hasonlít, azt próbálom bele tesztelni, ennek is ilyen mini kartó jellegű a bele, tehát ez a BVC jellegű tekercs, és ez a tesztem tulajdonképpen, hogy kipróbálom Málnával, hogy adja vissza az ízeket. Mindennek az alfaja és omegája, na hát nem kell ezt túragozni, igaz? Én kérek elnézést a hosszas magyarázkodásért. Nem az, igen. Csak hogy mondom, hogy látod, te is, ha valami biztoshoz akarsz nyúlni, akkor az a málna. És kijönnek a felharmonikusok neki? Itt az illat és az édesség is kellemesen megvan, igen. Tehát meg vagyok elégedve vele, de én a kartótankokat is szerettem, úgyhogy ez a hype, ami a BVC körül van, ez nekem nem új. Ez azoknak új, akik most kezdtek el... vépelni, mit tudom én, az elmúlt pár hónapban, és amikor bejött a BVC, akkor egyből leültek tőle, hogy hű, de fasza. A kartótank is fasza volt, csak macerás. Visszatérve Blacky a BVC-re, szerinted abban milyen leves a leghígabb, ami használható, és mondjuk nem folyik ki belőle? Szerintem az 50-50. Én legalábbis úgy vettem észre. Üle egyes. Miért? De jobban szereti a kemény leveseket, mint a lágyakat. Mondhatni. Bár az az igazság, hogy magával a BVC-vel az volt a baj, hogy megvettük, mert a Juditnak nagyon megtetszett ez a fém pótpalást, amilyen hópehely-szerű mintázatú. És kizárólag esztétikai alapon vásároltuk ezt meg. A hozzá kapott fejekkel az egyik 2 nap alatt adta be a kulcsot, a másik 3 hetet ment, és a pót fejek, amiket vettünk, roppant hektikusan viselkedtek, úgyhogy úgy fel kellett újítanom a saját receptem alapján. Van ez a vattaszerű anyag, ami körülveszi ezt az egész baromságot. Hát azt úgy egy az egybe, ahogy volt, kiszedtem, és fémszövetet tettem a helyére 2 rétegben. És így a 70-30-tól 50-50-ig sokkal jobban kezeli a folyadékokat, mint ez a vattás gyári történet. Úgyhogy ha valaki Történet. Köszi. Igen. Aspire nem Nautilus, mi az Isten van nálam? Most elő kell vennem a papírt. Na. Annyi hát minden az, van. Az Atlantis. Brutális, gyerekek. Vasárnap beleszívtam az Atlantisba, beszartam. Tehát az olyan, mint egy kurva jó drip kazán dual coil-a. Hihetetlen jó. Úgyhogy én ebben látom még a menekülési utat egyébként ezeknek a wannabe cloud chasereknek. Hát ha bejön nekik ez, aztán nem tekernek valami önálló dolgot, veszélyeset. Igen, ez legalább fél ohm.
ott van hozzávaló akkumulátor, ugye van ilyen Aspire szabóm aksi. Igen, ami ez az a fájdalmam, amit nem hozott be az a forgalmazó, akitől a kis 1001-eseket kaptam. Uh-huh. Azt nagyon kipróbáltam volna vele egyébként, mert most ez a RDNA-m van, és tényleg kell pirítani most is 26 héten. Azt lehet tudni, hogy kinek az aksiját használja az Aspire? Vagy melyik gyártótól vásárolja? Passz. Ha hozzájutok, esküszöm, szétverem. Ú, ezt lehet, hogy a forgalmazó is hallja. Nem fogadni. És figyelj már, Typhoonod neked nincs? Hát, én most várok rá. Béla küldött egyet, innen is csókoltatom, mert a saját példányát engedte át nekem. Annyira ne csókoltasd, azóta is ezt hallgatjuk tőle. Jaj, nekem nincs, az utolsót is eladtam. Na de a lényeg, az az utolsó, az úton van felém december 11-e óta, és sajnos a Royal Mail karácsony környékén annyira el van havazva, hogy úgy tűnik, hogy ez még mindig várat magára. De remélem, hogy a jövő hét elején már megérkezik, mert már sírógörcs közeli állapotba kerültem. Nagyon kíváncsi leszek a véleményedre, hogy nem tudom, a K-Fun 4-et használtad már? Igen, kipróbáltam. Na, a véleményedre, hogy a kettő között mi különbséget látsz, mert nekem egy bolha fingnyi, hangya fasznyi val jobb az egyik, mint a másik, az egyik tulajdonságában, a másikban meg talán erősebb egy kicsit a másik, azt még nem lövöm le a videó előtt, de majd beszéljünk össze, mert kíváncsi vagyok rá, hogy okay. Mi a véleményed róla. Tehát gondolhatod, ha a kezembe veszem, egyből meg fogom tekerni, mert már roppant kíváncsi vagyok. Megtekerem, ráteszem a lóvárira, és jó lesz. Őskövület. Még egy őskövület. Figyelj, én szeretem a fosszíliákat, ez van. Azt vettem észre egyébként, ma is többször előfordult, ma a negyedik tankot szívtam el vele, pedig ez ilyen lájtos munkás nap volt, hogy a palást miatt nem veszem észre, ha kifogy. És tudod, az első majdnem száraz sluk, mikor egy picit más, na mondom, mi az Isten van? Nézem, ja, baszki, a liquid. Na, töltsünk. Tehát a palástam picit nem vagyok kibékülve, de nem volt még szívem rátenni ezeket a kínai palástokat a cuccra. De jó pofa nagyon. Úgyhogy én meg most erősen halkam mondom, mondjuk az asszony úgy sem hallgatja a podcastet, hogy hát azért az a iPhone 4 is kéne, de majd meglátjuk. A webben most már neki merek ugrani. Lesz az, most már lesz ez. Hát ez az iKiz, gyerekek, ez brutális. Hagyj, hallod, Zeki, ezt lemaradtál az elejéről. Hát ez az Isten csapása vett magának önszántából egy iKizt. Igen, valami ilyesmit. Már emlegetted ezt korábban, nem? Ezt az iKizt. Mindig is. Nekem ilyen perverz vonzalmam van még mindig a cigaretta alakú eszközök iránt. Akkor kim voltam Londonban, akkor is hoztam haza ilyen eldobható kategóriájút. De ez árban szinte ugyanaz, mert 5000 forint, de nagyságrendekkel jobb. Tehát egészen. Hát de azért azt is mondd el, hogy ráadásul automatát vettél. Mm-hmm. Egyből eszembe jutottál, Blacky, volt az a 650-es automatád. Igen. Tehát igen. Azért az automatának vannak előnyei, lássuk be. Annak van feelingje is, csak az a baj, hogy a legtöbb kezdőnek nem célszerű a kezébe adni, mert tudja, hogy 2-3 nap után eláztatja. Tényleg, az a vicc az egészben, hogy a legegyszerűbben kezelhető akkumulátor lenne, ha befolyás biztos lenne, de nem az a működési egyik, meg a másik, ugye, hogy pont azért, mert automata, vagy automatikus, vagy vákumkapcsolós, ezért pont az iKiss-nél nem tudod azt megjátszani, hogy a kondenszt igazából kiszívod belőle, vagy hogy ne legyen kondensz, még egy szívsz utána, úgyhogy na, azért erre majd kíváncsi leszek nálad. Van már kondensz, csak kérdés az, hogy mennyire fogja szétrongyolni az aksit. És most néztem, hogy van hozzá töltőtálca is, tehát
egészen... Nem töltőtárca, úgy néz ki, mint egy iPhone. Igaz? Igaz. Hosszabb. Itt van nálam egyébként, csak azért mondom. Kissboxnak Kissbox, hívják. Ez, igen. Ez egy 1700 milliamperes cucc. Tehát szerintem ezzel egy napot a kettővel simán el lehet lenni egy más, hogy is mondják. Tehát, hogyha ilyen 11, 2, 3, 4, 5 szál környékén fogyasztasz, akkor ezzel el tudsz lenni. Ja, meg pici, hát érted, nem egy ilyen büdös nagy modot lóbálsz a kezedbe. Nőknek szerintem ideális választás lehet. Jó hangzik. Annak idején az íról is meglepően jól őt teljesített. Biztos emlékeztek rá, az is úgy nézett ki kosztól, mint egy iPhone 4-es. Annak egyetlen baja volt csupán, az a tartály, amit mellékeltek hozzá, az roppant pici. Illetve, hogy a töltőtokban nem volt hely előre töltött póttartálynak, tehát vinned kellett magaddal egy tűhegyi flaskát, még az iPhone 4 jellegű tok mellett, hogyha életben akartál maradni napközben. De egyébként az ötlet az nem volt rossz, semmiképp. Ennek is az a problémája, hogy én azt gondolom, hogy az én likvides palackjaimnak van az egyik legvékonyabb töltőcsőre, de azzal is problémát okoz megtölteni, annyira pici a középső levegőzőcső, meg a palást közti rész, ahova a likvidet kell csorgatni, és mióta podcastelünk, épp a harmadik tankot nyomom tele. Tehát, de ennyi. Hamar örül. Gyorsan lehet ízt váltani. Ja. Drippelésre ideális. Igen. Már csak egy napszemüvegkel, meg két kivert fog, és akkor mondhatom, hogy my beautiful friendship. Na és egyébként veled mi a helyzet ott kint? Hazajöttök karácsonyra, vagy kint karácsonyoztok? Nem, dolgozunk. 24-én nyitva leszünk még délig, aztán 25-26 itthon, és aztán megy tovább a buli szilveszterig, rendes naptári munkanapok szerint. Bleki, nálatok is lesz karácsony után nagy leárazás? Ezt nem tudom, hogy őszinte legyek. Passz. Mert hogy odakint az a szokás, tudod, hogy karácsony után, igen. Sőt, már 25-26-án is nyitnak ki üzletek, és akkor ilyen iszonyat alávágnak az áraknak. Tudtam, nálunk nem lesz különösebb kiárusítás, vagy ilyen nagy akciózás karácsony után. Többen kérdezték egyébként, én nem értettem, hogy miért, de most ez így már teljesen világos lett, hogy ezt így elmagyaráztad. Nem tudok róla, hogy... Neki, hadd kérdezzek már valamit. Angliában még megy nálatok a Jeep lett? Nem. Képzeld el. Nem hiszem. Képzeld el, összeszaladtam egy... Összeszaladtam, mindegy. Tudod, ahogy a Charlie össze szokott szaladni. Tudod, olyan finoman. És valahogy még az is kijött a beszélgetésből, hogy itt, akik bejönnek a boltba, és akár mondjuk Jeep-letet használnak, és ember, én mondom, nagyon most kultúrát leszek. A Jeep-let az körülbelül fél éve nincs. Mindenkit átbasztak. Tízszeres haszon, honnan tudod? Leveleztem velük egyébként, innen tudom, de igen. Lehetett tudni, mert mondjuk azóta törölték a profiljukat is. Utána nagy volt a csend. De, uh-huh. Szóval azt mondom, hogy... Na, igen, ez a botrány, ez hónapokkal ezelőtt lecsengett már a UK Vapers-en is többek között. Annó azt hiszem ki is beszéltük egy podcastben. Hát ez valamikor én június-július környékén leveleztem velük, és szerintem ilyen augusztus környékén robbant az aksi, hogy stílszerűek legyünk. Igen. Kiborult a bélik, hogy ez tulajdonképpen 317 L-típusú acélhúzal, semmi egyéb. Igen. Pont néztem minap az eBay-en, hogy milyen bődületes pénzekbe kerülnek ezek a húzalok. Igen. Már ugye sima 317 L. Igen. Ezért kicsit tartok ettől a SS-től is, hogy nem az ára miatt, hanem tehát ez olyan, mint annó nagy elánnal mindenki beleugrott, és még mindig megvan az, amit
körülbelül 2 éve vettem ribbon, és azzal tekertem ne szóljatok közben, ne szóljon egyik sem közben, nem, a Genesis-em. Úgyhogy, na ennyire jött be egyébként, vagy én nem tudom, de egyébként most azon gondolkoztam már, hogy fölfúrom a francba a Genesis-nek a palástját, és megint bedurrantom, olyan rég Genesis-eztem, és ha nem jön be, akkor csinálok belőle rayonnal vattásat. Igen, például, az is működhet. Én itt láttam olyat, hogy valaki nem boldogult a Genesis rendszerével, mert itt tényleg az a szokás, hogy az ember megnéz maximum egy videót a YouTube-on, hű de fasza, olcsó a kazán a faszteken, mit tudom én, Kraken klón, az itt kb. Na, divatos, maradjunk annyiban. Megveszik a Kraken klónt, nem tudják megtekerni, tudjátok, hogy a Genesis mennyire szívás tud lenni, főleg egy kezdőnek, és akkor az lesz belőle, hogy ilyen fejreállítós drip kazán, megtekeri a kis mikrokoilját, behúzza a vattát, és úgy nedvesít, hogy fejreborít, visszaborít, fejreborít, visszaborít, és akkor iszik annyit a vatta, amennyit kell. És tripkazán. Múltkor valaki már azt mondta, nem, én tudom, hogy ki mondta, csak nem akarom mondani, szegény, nem bántjuk meg, hogy annyival jobb a Typhoon, mint a Typhoon. Hát a Typhoon az olyan, mint egy nagyra nőtt ego, azt borogatni kell. Nem kell borogatni. Ezt úgy kell szívni, hogy jó legyen. Nekem sose kellett borogatni. Nekem sem, hogy őszinte legyek. By the way. Jaj, Istenem, van-e valami? Hát nálam a Typhoon kérdés az egész egyszerűen eldől. Igen, mert a drippelsz. Nem, semmi ilyesmire akartam kilukadni. Hát az egyik 22 milli, és jól néz ki a modon, a másik 23 milli, és túl nagy a modra, és itt eldől a történet. Igen, ez is egy szempont. Nem csináltam ezekből ekkora hitvitát. De G-esed még lehetett volna, Krisztián, és szerintem nem jártál volna vele rosszul. Az nem néz ki semmin jól. Az csak ego méreten néz ki jól. De az olyan, mint a vatták csokítója, az meg a kazánok csokítója, mert ugyan szarul néz ki, de nagyon finom. Ezzel egyébként boldog. És kipróbáltam múltkor... Azt most itt van, Blacky is mondom neki is, úgy, ahogy te mondtad állítólag Fifikának ezt a levezetőszál nélküli tekerést. Na mondom már, úgyis az ismerősöm mindig ide hozza, hogy valami nem jó, a pipára rakja egyébként, mert arra kapta tőlem. Uh-huh. És tekerje már meg. Megtekerte neki, és úgy idegesített, hogy mindig csak az egyiken jön a buvi, pedig aztán veri tudományosan lett megtekerve, meg oxidálva az a mes, de nem volt az igazi. Na mondom, ezt most kipróbálom, beledugtam középre a csipeszt, arra rá kurfliztam, és hát azóta kurva jó, és használja, és nagyon meg van vele elégedve. Úgyhogy jó ötlet volt ez a történet is. Így van, és a szemcseppentő megy bele pontosan a gyáriba, tehát az üveg szemcseppentő. De egyszer már csinálok egy videót róla, mert annyian baszogatnak engem is. Hogy kell bevattázni, írjam le, úgyhogy inkább csinálok egy videót erről. Ez a legcélszerűbb, igen. 1 óra 23 percnél járunk, úgyhogy már Lackó Attila is nyugodtan elcsendesedhet. Tegnap rakta föl a képet, nem, ma rakta föl a képet egyébként a csoportba, hogy azért, amiért nincsen podcast, akkor elkezdem hallgatni a nullától megint. Ilyen egy hardcore user. Hát most már halkabban beszéljünk, mert a Szűcs Peti tuti, hogy alszik. Ébresztő Peti! Szemeket kinyitni. Ezeket a takaró fölé. Ezeket a takarunk fölé. Vannak olvasói kérdéseink? Gyorsan megnézem, ha már ilyen finoman célozgatsz arra, hogy be kéne fejezni. Nem, te kezdted el fölvezetni, ezért gondoltam, megkérdezem. Nem is olyan. Idididi. Többek között. Kérdés. Yeah.
Szegény nagyinak üzenjük, hogy ne vegyen Vin 8-1-es telót. Ziegler Feri megjegyezte, hogy egy bug van szerinte a rendszerben, és a VMP 12 nem játssza le az MP3-at, ellenben a Winamp igen. Az a baj, hogy nem tudom, mi az a VMP. Windows Media Player. Feri, használj tisztességes szoftver, Winamp, pont. Ja, azt hittem, használj tisztességes szoftver, iTunes, Winamp, pont. Az milyen bloatware. Úristen, Fubar 2000. Fubar 2000. iTunes. Az iTunes-t azt szerintem az agyatlanoknak találták ki, és iTunes, én akármennyire próbáltam benne logikát találni, nem találtam. De ez nem baj, tehát nem kell keresni. Apple termékben ne keres. Na, de jó. Maradjál csöndbe. Egy a szerencsét, hogy messze vagy. Nem, be kell ismerni, ezt minden Apple evangelista is, én is beismerem, hogy az iTunes egy agyatlan foskupac, de annál tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés nincs, mint sem, hogy a telefonomon a tartalmakat fogyasszam podcast terén, mint a gyári podcast lejátszója a telefonnak, és nem kellett még a rohadt iTunes se elővenni, csak szinkronizálom a telefont a felhővel, és csókolom. Nem tudom egyébként ezekkel a vina, tehát hogy miért nem játssz el az MP3-at, gőzöm nincsen, szabvány, Audacity-vel használom, az meg aztán tényleg nem nyúl bele az MP3-ba ilyen szinten. Nem tudom, mi lehet a baj, Feri. Dobd ki a francba. Ezt a Winampot, ezt meg inkább el sem olvastam. Na, úgyhogy... Igen? Van már olvasói kérdés? Ennyi. Ez volt. Nem ennyi. Úgyhogy... Emlegetett Szűcs Péter írt egy kérdést délután, én összefutottam vele. Na és mit írt? Hát keresd meg, ott van a párásítóba, de azzal kapcsolatban írta a kérdését, hogy megrodjant egy kicsit a rugója, mert hogy ott valami rövid zára megrodjant a rugója, és hogy biztonságos-e a mehában a továbbiakban is ez. Valami ilyesmi volt. Nem. Egyébként itt van előttem a Panzer, és abban is ugye mondtam, hogy jaj, de meleg, és utána szétkaptam gyorsan. Hát bizony a rugóm az elszíneződött, és összeesett, úgyhogy sorvadjál Panzer, veszek beléd mágnest. Ez az egyik, de Blacky azt nem biztos, hogy olvasta, hogy volt, aki miután a rugója hát nem úgy dolgozott, ahogy kellett volna, hát alárakott egy kis zsepigalacsint, és aztán hát sikerült végül is bazd meg úgy megégetnie, hogy a rugó nagyon fölforrósodott, a zsepi pedig meggyulladt. Na hát, ez érdekes. Ráfeszítette az aksira, és meggyulladt a zsepi is. Igen, azt hiszem láttam, hogy hova írta a fiatalember, és Vamóról van szó, ha jól sejtem. Hát... Most a Vamóról letekered azt a csövet, ami ugye a 18650 toldás rajta gyakorlatilag, és belelesel az elektronika felé, akkor látnod kellene egy piros szigetelő papírt, ami nem mindegyikben van benne. Nekem van itt most pont az asztalon 4 darab, ebben 2-ből hiányzik, mert 2 klón, amit direkt ilyen mérési célzattal vásároltam, tehát konkrétan fém a fémmel érintkezik, hogyha a panel feljebb csúszik. Mert a rugó egész egyszerűen egy flat-top aksit nekitol ennek a felső fém lefenekelésnek, amin keresztül ugye a panelnek a középérintkezője belóg az akkutérbe. Hogyha a panel felcsúszik, igen, az akkumulátorod rövidre fog zárni, és fel fog forrósodni a rugód. Ez van. Tessék elmenni egy szervizbe, vagy venni egy másik vamót tisztességes forrásból, nem valami klombackot. Pont. Erre sajnos csak ennyit tudok mondani. Látatlanban meg pláne, mert na. Azt hallottátok egyébként, hogy az áj az semmivel nem jobb, mint a vamó? Tényleg? Kérdezem, hogy hallottatok-e már ilyet? Nem, ez nekem új. Tegnap este belebotlottam. A túlárazott szarunk
Úgyhogy ezt is fel kell, hogy dolgozzuk. Jó, igen, végül is egy gravírozott vamó. Ennyi. Igen. Egészen majdnem pontosan. Ja. Hát nálunk még a szar is csillámporból van. Nem, hát ezt akartam, óriási. Betettem. Ti is láttátok ezek szerint? Igen. A igen. Azt be fogjuk rakni ezt a linket, és nem buzdítok arra senkit, hogy a produktumot azt ossza meg velünk, elhisszük látatlanba is. De Charlie, én arra gondoltam egyébként, hogy van itthon használhatatlan málna a román. Az milyen? Én még olyat hát nem láttam. Nincs használhatatlan málna a román. Az oxymoron. Nem, hát négy vagy öt helyről kértem be málna a romákat, és egyik se az igazi. De van itthon egy nagyobb mennyiségű málna aromám, és lehet kapni a gyógyszertárba ilyen üres, bélben oldódó kapszulákat. Hogyha megtöltök egy párat, akkor megtennéd, hogy lenyeled. Hát ez teljesen krízi. És utána számolj be a produktum illatáról. Tehát, hogy ez így átmegye. Vagy nem. Jézusom. Úgy elkezdtem olvasni Orosz Péter cikkét a címken. A címét nem olvasom. 400 forintot mondjuk megérne nekem egy ilyen kapszula. Olvastátok? Csak az első bekezdést. Nem, a másodikat is. Sziporkázó szarcsillám kapszulákat árul egy vállalkozó az Etsy-n. Darabja mindössze 400 forint. Le kell nyelni. Az emberiség... egyértelműen szintet lépett. Egy újabbat. A virágypotló termék szabvány orvosi kapszulából és csillámporból áll. Gyártója valahogy úgy fogalmaz, ahogy a marihuánás parafernáliát áruló headshopok, a kapszula még csak véletlenül sem arra van, hogy lenyeld, még csak véletlenül sem, csak díszítés, minden felelősség a lenyelőjé, ha lenyeli, esetleg lenyelni. Kapszulák segítségével még a nők és a székelés évezredes összeférhetetlensége is megoldhatónak látszik. Ezek után tessék orientációt választani az olajár összeomlásba fúló kelet és a csillogó szarú nyugat között. A végére hagytam a tragédiát. A gyártó csak az Egyesült Államokba szállít. Csak hogy tudjuk, hol a helyünk. Masszarú kelet európaiak. Kell keresnem egy embert, aki Amerikából be tudja nekem küldeni. És az első komment alatt a fingáshoz is jó. Most nem azért, de az enyém csillog enélkül. Végre egy rendes hozzászólás, köszönjük szépen. Hát ez készül. Bazd meg, egyértelműen szintet lépett az ember. Na, szóval hát van új a nap alatt. Mindenki de robbanó aksi, mikor ilyeneken is el tudja az ember szórakoztatni magát és a társait. Hú, megfájdult a tarkom a sok rögéstől, bassza meg. Ja, és még nem is találtuk ki a címet. A videórovatban pedig nem tudtam, hogy bejön Blacky. Egy olyan YouTube-os videó van, ahol az csillogó szarú amerikaiak föl szokták díszíteni a házukat, tudjátok így karácsonyra, és mindenféle zene és fényjátékkal, és 2014 nyertes egy Star Wars ház lett, ami Star Wars zenére csillog-villog, és csak annyit írtam oda a show notes-ba, hogy Blackynek, ezúton is. Ezzel a kis videóval szeretnénk megköszönni a kedvességét. Jó, majd meglesem. Nem csak Amerikában divat, itt is gicsparádé van. Minden sarkon valami porzadály, amit itt egyik-másik összehoz. De itt a szigeten az ízlés ficam nagyjából olyan népbetegség, mint a tinédzserkori korai gyerekvállalás. Vagy nem tudom, hogy mondjam, de ezek itt teljesen elmebetegek ilyen szempontból is. Szép érzékük nulla. Úgyhogy igen, ez valahogy talán ebben az angol száz gén állományban leledzik. Nem tudom. Kicsit belterjesek.
Londonban alig van fehér ember, de a vidékiek azok kicsit belterjesek. Tehát így... Mert nekik mi jutott? A birka meg a kecske. Na, ezt oszd be. Én mikor voltam kint? Másfél-két hónap jöttem, akkor mindenhol karácsony volt, érted? Bementél a Pandlandbe, és akkor, érted, ilyen méteres Mikulás izék néztek veled farkasszemet. Szóval ami bődületes, hogy mennyire készülnek erre a karácsonyra. Kellene szedni a díszletet. 51 hét, és megint szedhetik elő újra. Most nem mondasz hülyeséget, nekem volt olyan, mikor ugrottunk a műfenyő bizniszre, még gyerekkoromban. Valamiért azt gondoltam, hogy műlesiklás, műugrás sztorit szedsz elő valahonnan, hát, és azt hittem, teljesen bizarr volt. Azt hittem, rosszabbat mondasz. Na, a lényeg, hogy március 15-én szedtem le a fát, mert hát úgy voltam vele, hogy Petőfi Sándor azért már csak ne jöjjön be a szobába, hogy egy karácsonyfát. De hát, tehát január közepe után már nem kapcsoltam fel az égőket. Bentségem szolgáljon. De tök jó bír. Hát mondjuk műfejő volt. Úgyhogy úgy gondoltam egyébként, a melóhelyén is úgy van, hogy földíszítették egyszer, aztán csak a konnektorból kihúzzák, és elrakják egy sarokba. Nem kell díszíteni, csak megfogod, arrébb rakod. Kihúzod a dobozban azt, hello. Ennyi. Ah. Egyébként a műfenyővel véded leginkább a természetet. És egyébként most, hogy mondod, voltam akkor a úriember, képzeld el, volt most vásárlásom, nem is titok, a Pólusban, és 20 ezer forint fölötti vásárláshoz pedig képzeld, adtak egy ajándék karácsonyfát, vagyis hát fenyőt. Nem tudok mit kezdeni vele, mert harcos természetvédőként nincs itthon élő fenyő, úgyhogy felhő barátom megkerestem, hogy esetleg nekik úgyis két gyerek van, élőfenyő. Ha persze, azt szoktak. Hát mondom, akkor itt a kupon. Meg is kérdeztem a srácot, hogy mondom, ez hogy van, hogy ide jövök, és akkor 1,50 m, vagy mit? Nem, amit akarsz, azt választasz olyan méretben, viszed itt a kupon. Ennyi. Na, mondom, nagyon jó. Adattam a felhőnek, úgyhogy remélem, hogy ma már el is hozta a fát. Jó pofa ötletnek tartom. Egyébként nem cserepes, de legalább pénzt nem kell érte adni. Én már vagy 20 éve a műfenyő pártján vagyok, azóta már elfogyasztottunk 3-at vagy 4-et, most éppen azt hiszem fehér műfenyők van itthon. És bárki bármit mond, én még emlékszem, ahol a mostani munkahelyemre eljöttem, az volt 12 éve, akkor kimentem a Fáji utcai piac, még akkor volt a vasaspálya mellett, azt hiszem, és a Fáji utcai piacon a kínaiaktól vettem ledes égősort. És passzátok meg, azóta is az van nekem, és senki nem merje mondani, hogy a kínai szar, mert még mindig az van a fán, és kurva jól működik. Nekem az jutott eszembe, hogy Charlie, te annyira 21. századi vagy, hogy még az ajándékfenyőt is a felhőbe tárolod. Jó, ezt most elképzeltem. Nem akarom tovább folytatni, hogy a felhőben tárolod. Nem mindegy, hogy hogyan. Melyik felével előre? Normális. Besenyű I.M. István, azaz Besenyű igazam, nem, I.V. igazam van István. Most is. 4. Meg ugye ez az előbb volt a 4, ez meg már az 5, ugye? Ugye? 6. Meg most is. 7. És amikor eljöttél, már akkor igazad volt. Jó. Egész végig, ahogy itt jöttem. Végig az... Azt megnézem hetente egyszer-kétszer, mert hát igaza van. Nem? De. 9. Képzeljétek el, hogy nekünk meg túlélő fenyőnk van. Az mit jelent? A macskát öltöztetett föl fenyőnek? Tavaly karácsonyra a nagyobbik húgomtól kaptuk egy ilyen ládás fenyő, és az volt benne a pláne, hogy ez egy ilyen faiskolás holmi volt, és karácsony után vissza lehetett váltani. És akkor kiültették a természetbe, és tehát, hogy nem így meghal meg ilyenek, hanem hogy itt tényleg visszamegy a körforgásba. Ment volna, hogyha nem
Petőfi idején jutott volna nekünk is eszünkbe, hogy ó, ezt a fenyőt most már vissza kéne váltani, és akkor már természetesen nem váltották vissza, úgyhogy azóta itt lakik az erkélyen nálunk. Hál' Istennek egészen szolidan növöget, úgyhogy nem lett belőle ilyen óriás kossuth-téri mamutfenyő, és átvészelte az egész évet, egy picivel nagyobb, mint tavaly, de itt van még mindig. Úgyhogy most akkor van nekünk saját különbeáratunk. Krisztián, ennek van egy titka, majd, hogyha ismét kiteszed idejében, akkor mielőtt kiteszed, vedd ki a cseréből, és vágd vissza a gyökerét, és úgy tedd friss földbe vissza, akkor nem fog nőni. Igen. Ezt ne fogadd igen meg, mert az lesz az utolsó elképzelt. És pedig Fifika azt mondta, és akkor mondja neki Kinga, miért hallgatsz mindig arra a véd hülyére? Megmondtam, hogy ne vágd vissza. De hát azt mondta, azt ne haragudj, azt mondta. 19. hangjátékunkat hallották. Mint a Szabó család. Ja, úgyhogy na hát mi olyanokat nem próbáltunk. Műfenyő, a csókolom. Na, mi legyen a címe a podcastnek? Az ajándék már megvan? Ezt most csak úgy kérdeztem, de akár a címe is lehet. Vagy mit tudom is én, tűlevél a seggemben, vagy legyünk durvábbak? Két dolog is eszembe jutott. Várjál! Elrugaszkodott. Igen, mondjad. Mert most nekem ez a felhős sztori, ez megragad bennem. Csak elbasztott Charlie. Látod. De várjál, végül is figyelj, a podcast az fenn van a felhőben. Ez is a felhőben az van. Is. Mi van még a felhőben? Két dolog jutott eszembe, az egyik a mennyből a podcast, ez egy kicsit gázos, a másikat sajnos elrontottad, az a három királyok lett volna, csak így szerényen, de így, hogy lekint be is. Hát várjál, akkor... Hát, de attól lehet a négy királyok, nem? Várjál, lehet akkor, mondom, sorolom a lehetőségeket, József és a három királyok, Mária és a három királyok, a kis Jézus és a három királyok, vagy ki volt, aki leölette a gyerekeket? Heródes. Heródes és a három király, de hát végül is meghagytad az életünket, úgyhogy ez kilőve. Akkor a nagy úr és a három királyok. A fekete lovag és a három királyok. Az jó egyébként, csak nekem a fekete lovagról nem a Blacky jut eszembe, hanem a gyaloggalop. A gyáva, mi? Egyezünk ki egy döntetlenbe, gyere vissza, te gyáva! Igen, hát te már se kezed, se lábad! Így van, tőlem az lesz a címe, amit akartok, de ezen a hídon nem megy át egyik. Olyan jókat mondtunk, hogy én már elfelejtettem a legelsőt. A karácsonyfa felhőben, igen. Az ajándék már megvan, az volt az első. Ja, igen. Nem, azt csak úgy kérdeztem tőletek, de... Ja. Hogy nekem megvettétek-e, már úgy gondoltam, ki érdekel, hogy a tiétek megvan. Na, meg is érkezett. Vagy a karácsonyfa szinkronizálás. Most már túl sok. Okay. Na, a egyet baj. Mondjatok, és belenyugszom. Kettő lesz belőle, ha egyet mondunk. Nem, bocsánat, nem tudtam a bajni. Jó, legyen a fekete lovag és a három királyok. Hülye döntésképtelen banda. Legyen ez a hülye döntésképtelen banda? Nem. Azért figyelitek? Ez spontán cím. Ez így megy, csak adás előtt. A jó Csárdi szüld meg. Vagy úgy már egy kicsit, de gyorsan. A három királyok és az utánfutó. A három királyok és a három királyok és a negyedik. Jó. Ez is jó. Akkor most melyik legyen? Kész. Vége. Elvesztettük egymást. Teljesen.
Teljesen, teljesen. Ott van a kis Jézus. Mondjátok már. Itt van. Itt van. A három királyok és a váratlan vendég. Mondjátok, jó lesz. Ha előszabadult. Jó, most már jó lesz, most lesz vége. Jó, akkor most mi? A három királyok és a váratlan vendég. Akkor... A felhőben. Három királyok és a váratlan vendég a felhőben. Gyönyörű hosszú címe lesz, okay. Hogy férni. Mindenkinek nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk, és köszönjük, hogy itt voltatok velünk egész évben. Sziasztok! Egy élmény volt veletek. Sziasztok! Köszi, sziasztok! Sziasztok, boldog karácsony! Kellemes ünnepeket! Bujék!